Igazából egy örömzenélésre jöttünk mi ma össze, amit itt szeretnénk néhány percben átadni önöknek, nektek, és ha nem gerjedünk, akkor azért is folytatom. És a cél az, hogy az a fajta muzsikálás, ahogyan mi elkezdtük annak idején a táborokban, leginkább Jászberényben verődtünk össze még a 80-as évek végén ebben a formációban, és hát jelenleg azt mondhatom, hogy szinte 5-10 évente verődünk össze egy-egy koncertre, és ennek az a célja, hogy visszatekintsünk mindig a gyökerekhez, hogy ne csak a koncertszínpadok hangos monitorjai üvöltsenek mind a színpadra, mind a nézőknek, hanem az a fajta hagyományos improvizatív muzsikálás szele megérintsen, mint annak idején ez velünk történt. Úgyhogy itt is irányvonalak vannak megbeszélve, hogy milyen stílusban, hogyan muzsikálunk, melyik tájegységről. A kedves zenét barátokkal azt hiszem, hogy mindenki már évtizedes hangszertudást és tanulást tudhat maga mögött. És hát azt hiszem, ez így van jól, hogy igazából a figyelem és az a fajta alázat, amit a zene megkövetel, az itt reméljük, hogy olyan jó hangulatban és olyan közvetlenül talál majd hozzátok önökhöz, amit mi megértünk a próbákon, még a délután folyamán. Így szólt ez Gömörből is, az előző összeállításban, ahol mondhatom azt, hogy az alsó károsai Trímástól idéztünk egy Molnár Laci bácsitól, mert akkor ezek szerint minden Trímást be fog mutatni, akitől tanultunk, akiket nagyon becsülünk, és nagyon szerettünk még mindig a kazettákon. Nekem például még nincs digitalizálva, úgyhogy én mindig elő kell vegyem az audio kazettáimat és olyan magnót, ami még működik, abban próbálom lejátszani és visszahallgatni ezeket a régmúlt muzsikánkat. Vasvári Verbunkot hallottatok és annak a frissét, tehát volt egy hallgató és ugyanaz fölvágva, csárdásba és frissbe. Na hát próbálunk színesen is muzsikálni, mert ez majd instrumentális muzsika lesz. Hát zenészek ritkán vállalkoznak énekes szerepre. Úgyhogy ma ha a Szalonna barátunk sokáig bír ülni a néző közönségbe és nem ül közénk, akkor lehet, hogy csak instrumentálisak maradunk, de ez így sem biztos, hogy rossz lesz. És most egy olyan muzsika következik, ami hát az én szívem csücske, Kalotaszeg, az 1960-as, 80-as évek között muzsikált egy Varga István nevű csipás, Bece nevű prímás, akit szeretnénk itt megidézni a szív muzsikájával, a hegedű játékával, és azzal a nagyon egyszerű feszes ritmizálással, amit a kísérlet hozzátesz. Hallhatunk majd egy szép hajnali nótát, egy csárdást, legényest és szaporát. Ezt követem.